Felveszed és próbáld meg a gombokat legalábbis az alját összegombolni úgy, hoviba jártál, tehát tudod, hogy mi. Te pedig egy ilyen 48-as már még rövidebb dolmányt veszel fel. Közben mutatom a nadrágját, ami ehhez jár. Ugye Magyarországon a szűk nadrág, amit a székelyek karisnyának neveznek, volt divatban. Nem azért volt piros nadrág a huszár nadrág legtöbbször, mert a zöld huszár felsőhöz ilyen jár. Csak a kék huszár ruhához jár kék nadrág. Török háború korából való a szokás. Ha a törökök olyan magyar gyaurt fogtak el, akin zöld nadrág van, aki az ülepére húzta a proféta szem zöld színét, azonnal érdemben nyúzták, tehát zöld nadrágot soha nem viseltek. A vitézkötés, a zsinórozás a székelyeknél még ma is megvan, ugye nekik a nyers színű nadrágon mutatja a zsinór színe, melyik faluból származik. Náluk ez egyenruha is volt. Légy szíves, kösd meg egy kicsit magadnak szorosabbra, de hogy tudjál még lélegezni. És ezt bedughatjuk, vagy így kint is lehet, megköthetjük szebben. Tehát ez még a magyar pásztor meg paraszt viseletben még a 20. század 30-as éveiben is megvolt. Leszorították a dolmányt sálövvel. Képzeljük el, hogy nem egy ilyen rövid sállat hozok, hanem 3 méter hosszú sál. Beleakasztjuk egy kis horoggal az egyik oldalra, de ha most nem tudom beleakasztani, akkor csak megkötöm simán, és rátekerjük a derekára, viszont erre nem lehet ráakasztani fegyvert. Ezért elterjedt másmilyen löv is. Na most arra sem lehet fegyvert akasztani, ami azt életi, de azért megmutatom. A 18. században a sálövet felváltja a zsinórőv, vagy más néven kössöntjű. Ez a sálöv, vagyis a zsinórőv zsinórokból áll, a tiszteknek aranyozott zsinór, a legénységnek sárga, fekete árszövéssel, és hátul kell gombolni. Hátul gombolós, itt a bojtok díszíthetik, na most ez is csak díszítésű szolgál, semmit nem lehet felfüggeszteni rá. A csatlék az egy olyan vörös bőröv, amit nem felül, hanem a nadrágra, de a dolmány alatt csatolnak fel. És tehát egy ilyen S alakú kígyócsat fogja össze. Próbáljuk meg egy picit fölhúzott, és próbáljuk meg felcsatolni neked a csatlékot. Szabja. Ami már abban különbözik a korabeli korszak szabjáitól, azokra mindjárt visszatérünk, hogy azoknak csak keresztvasuk van, ennek már kézvédő kengyele és markolat szíja, hogy fel tudjuk a markolat a csuklókra húzni, és ugyanezen a szíjon van egy tarsoly. Mivel nincsenek zsebek, hát mit raktak bele?
Papírt, írószer, dohány, pipát, minden apró eszköz, pénz, akinek volt, és tehát ennek a tetején szép címer, vagy éppen monogram mutatta, hogy melyik uralkodóval a szolgál az adott huszár. No tehát ez a csapék volt már a Rákóczi kor huszárjain, lovasain.